felháborodást okozott Szakály Sándor történész, az új Veritas intézet frissen kinevezett főigazgatója azon állításával, hogy 1941-ben idegenrendészeti eljárás volt a zsidók deportálása Kamjanec-Podolszkba. Krausz Tamás történész szerint ez szélső jobboldali provokáció. A professzorral még délután rögzítettünk egy rövid beszélgetést, most ezt láthatják, utána pedig Szakály Sándorral beszélgetünk. Szakály Sándor tézise, amit megjelent a televízió média minden formájában, nem egy tudományos üzenet. A magyar történetírásban ilyen álláspont nincsen, hogy a holokauszt az idegenrendészeti ügy vagy idegenrendészeti esemény volt. Ez egy szélső jobboldali politikai provokáció, ami tulajdonképp, mondjuk meg őszintén, hát törvényes eszközökkel is büntethető lenne, hiszen relativizálja a holokausztot, súrolja a holokauszt tagadását. Tehát ezt tudományosan nem lehet vitatni, de hát hogy bizonyítsam, például a holokauszt központ két munkatársának kiírtam azt a mondatát a zárszavukból, a nemrég meg, ami egyébként Majsai Tamásnál és minden a témával foglalkozó történésznél evidenciának számít. Az 1941 évi nyári deportálásokat a szuverén Magyarország kormánya a Honvéd vezérkar kezdeményezésére rendelte el. Pont. Innentől kezdve világos és konszenzus van ebben a kérdésben. Én nem olvastam más komolyan vehető történeti elemzést, mint ezt. Tehát azt a kérdést kell feltenni, hogy mi végre mondotta ezt Szakály Sándor. Mi a célja ezzel a szélső jobboldali provokációval? Teljesen nyilvánvaló, hogy két alapvető cél lebeg előtte, ez új Veritas intézet új ideológiai megfontolásaival függ össze, az új tekintélyuralmi rendszer tisztára kell, hogy mossa elődjét a Horthy rendszert. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a dolog erről szól, és igyekszik kimosni magát Horthyt is a népirtás bűnéből, de nem lehet. A magyar állam háborús bűnös, Horthy és a Horthy rendszer nem mentegethető. A második dolog pedig az, hogy kénytelen kelletlen az új rendszernek végig kell gondolnia saját elődeihez való viszonyát, és azokhoz a történészekhez tud csak fordulni támogatásért, akik hajlandók ezt az ideológiát követni. Na most ez azt jelenti, hogy a történészek döntő többség, akik szakmailag már jutottak valamire, ilyen szélsőséges pozíciót nem fognak követni. Tehát csak azokat az embereket lehet megbízni ilyen kormányintézetek vezetésével, akik szakmailag, erkölcsileg, politikailag a szélső jobboldal irányában nyitottak, a Horthy rendszer restaurációjában gondolkodnak szellemileg. Vendégünk tehát Szakály Sándor, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem gondolja, hogy elnézést kéne kérnie a felháborodást kiváltó nyilatkozat miatt? Hát én azt gondolom, hogy először azt kellene megnézni, hogy én mit nyilatkoztam, mert nem azt nyilatkoztam, amit Krausz Tamás fölhozott. Tehát én nem azt mondtam, hogy a holokauszt közigazgatási vagy idegenrendészeti kérdés. Ugye arról beszéltem nagyon röviden, hogy, és most fejtsük ki akkor bővebben, Európában és így Magyarországon is a 30-as években akárhogy csűrjük, csavarjuk, van és létezett zsidó kérdés, és Európa számos országában hontalan vagy állampolgárságuktól megfosztott zsidók élnek, és ez volt Magyarországon is. És hadd hívjam segítségül Brehm professzor urat, hogy mit mondott a Magyarországon megjelent úgynevezett zsidó törvények kapcsán, és akkor folytathatnánk ott a beszélgetést, és hoztam, mert kiírtam, szerettem volna pontos lenni. Bármilyen húsba vágóak voltak is ezek a rendelkezések, magyarországi zsidókat nem ingatták meg azban a meggyőződésükben, hogy nincsenek életveszélyben, és fizikailag nem fenyegeti őket semmit. Amiről én beszéltem, az azt jelenti, hogy 1941-re Magyarországon mintegy 15-35 ezer Szlovákiából, Lengyelországból, Németországból, Ausztriából menekült zsidó volt, akiknek az állampolgársága bizonytalan volt. Egy része árjapapírokkal
hogy így fogalmazok, bújdosat, másik része a palesztin hatóság segítségét várt, hogy kivándoroljon az országból, és 1941-ben a KEOK, a külföldieket ellenőrző országos központi hatóság hozott egy olyan rendelkezést, illetve megfogalmazott egy olyan igény, hogy az állampolgárságot, és megint pontos akarok lenni, ezért idézem ismét Behem professzorát, minden kétes állampolgárságú egyént ki kell utasítani Kárpátaljáról, és át kell tenni őket a kelet-galiciai német hatóságokhoz. Na most hozzá kell tennem, hogy ez az áttétel, ez nyilvánvaló nem kimondottan emberséges formában történt, és nem emberséges. Tehát nyilvánvaló, hogy akiket ez érintett, ez tragikus volt, és azt is kell meg kell nézni, ugye, hogy a tragédiának mi lett a következménye. A tragédiának az a következménye, hogy mintegy 18.500, más adatok szerint 16.000, míg a német adatok szerint 11.000 Magyarországon lévő, alapvetően hontalan, vagy állampolgárságát nem, bizonyítani nem tudó szemét tesznek át az egykori Szovjetunió területére, Galíciába, ahol ukrán és német milicisták, illetve csapatok legyilkolják őket. Tehát én erről beszéltem, de nem ilyen hosszasan. És egyes történészek szerint egyébként magyarok is részt vettek a legyilkolásban, de nem itt ez az igazi kérdés. Egyébként az ön pontos nyilatkozatán nagyon pontosan idézték nagyon sokan, akik felháborodtak rajta egyébként, mert ön azt mondta, hogy beszélni kell arról, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben a magyar zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderőbe vonult Magyarországra, tehát 44-ben, és ebben a kontextusban utalt arra, hogy 41-ben, bár sokan történészek úgy beszélnek erről a Kamenyec-Podolszba történt első deportálásról, mint ami az első deportálás, de az ön véleménye szerint ez nem első deportálás, hanem inkább egy idegenrendészeti eljárás. És erre mondták nagyon sokan, hogy először is nem idegeneket toloncoltak ki, hanem erre történelmi tények és bizonyítékok és szemtanú és túlélő beszámolók vannak, hogy nagyon sokakat, magyar állampolgárságúakat is, nagyon sokakat, olyanokat, akik éppen intézték a magyar állampolgársági papírjaik megszerzését, határon túli magyarokat is, tehát Kárpátaljáról például nagyon sokakat, és nagyon sokakat, olyanokat is, akiknek valamilyen hivatali okból kifolyólag lehet, hogy bizonytalan volt az állampolgárságuk, de ettől még magyarok voltak, és megölték őket. A következő, én azt hiszem, hogy nem vontam kétségbe, hogy azokat, akiket kitoloncoltak, a határon áttettek, megint idézhetném a már említett Brehem professzor urat, hogy mit mond, azt mondja, a Magyarországról kitelepített mintegy 18.000 zsidót, 2000 jön vissza, többit meggyilkolják. Tehát én ezt egyáltalán nem vontam kétségbe. Feltételezem, és úgy gondolom, hogy lehet egy ilyen szakmai kérdésben pontatlanul, vagy nem egészen legjobb időben fogalmazni. Tehát én nem a holokausztot vontam kétségbe, amire Krausz Tamás utalt. Én azt mondtam, hogy Magyarországon a magyar hatóságok tesznek valamit, ami természetesen vitatnunk kell. Ami nem számít első deportálásnak, mert egy idegenrendészeti eljárás. Érti, hogy ez miért sérti nagyon sokak érzékenységét? Én ezt a kérdést, amit ön felvetett, ezt értem, természetesen, és azt is tudom mondani, hogy akit ezzel megsértettem, én megkövettem. Tehát én nem sértegetni akartam, én egy olyan kifejezést használtam, ami az akkori időszakban egy szakkifejezés volt. Na most lehet, hogy egy szaktörténész Igen, a tettesek szájából, ugye éppen ez az, amit önnek nagyon sokan felrónak, hogy a tettesek, az elkövetők valóban arra hivatkoztak, hogy ez egy idegenrendészeti eljárás. Na de hát azóta ez már bizonyította a történelemtudomány, és most már tudjuk a mából nézve, hogy ez a céljait, a motivációit, a módszereit tekintve ugyanolyan deportálás volt, mint a többi, és a holokauszt része volt. Hát nézze, erre azt tudom mondani, hogy akkor megint ugyanúgy idézem. Ugyanúgy antiszemita motivációból következett be. Én ebben nem vagyok És az ön által emlegetett professzor egyébként, Rem professzor, igen, azt is mondta, hogy bár valóban a külföldieket ellenőrző országos központi hatóságtól kezdődött az ötlet, de aztán ez eljutott a minisztertanácsig, ahol Horthy bezárólag kitűnő lelkesedéssel fogadta. Bocsánat, Horthy nem vesz részt a minisztertanácson, tehát ezt nem hiszem, hogy professzor írta volna. Hát viszont, amit ön mondott, tehát természetes, és akkor hadd idézem ismételten őt. A későbbi eseményeket is figyelembe véve ma már elmondható, hogy Kamenyec-Podolszk és a délvidéken megrendett vérfürdők a magyarországi holokauszt előjátékai voltak. A későbbi időszak szerint én azt mondtam, és itt van a kollégákkal vitám abban az értelemben, hogy vajon mennyit tudhattak azok a hatósági emberek, akik ezt végrehajtották, és a döntéshozók arról, ami ezekkel az emberekkel történt. Itt a legújabb kutatások szerint, amit adott esetben Gellért Ádám, Majsai Tamás, Stark Tamás, vagy George Eisen barátom az Egyesült Államokban folytat, ők azt mondják, hogy az ő az ő adataik és az ő kutatásaik szerint valószínűsíthető, hogy tudtak arról, hogy
mi történik ezekkel az emberekkel? Ez egy szakmai kérdés, és én úgy gondolom, vagyis hogy ezek... Vagyis úgy toloncolták ki őket, magyarokat és külföldi származású zsidó embereket, hogy tudták, hogy a halálba küldik őket. Ezt mondják, hogy ők... Sőt, vissza, ugye az önáltal említett Majsai Tamás azt is írja, hogy visszaküldték őket a határon, amikor a németek próbálták visszakergetni őket magyar területre, akkor a magyarok nem engedték be őket az országba. Mert ez egy, továbbra is azt mondom, hogy ez egy hontalan kérdés volt, és ezt lehet vitatni, és természetesen meg is kell vitatni, de akkor idézzem megint Brehm professzor urat, a következőt írja. Joggal feltételezhetjük, hogy 1941. júniusának végén, midőn a magyar vezetés elhatározta a hontalan zsidók repatriálását, nem volt tudatában, hogy a kitelepítettek kitelepítés kiirtása jelent egyet. Tehát nem vonjuk kétségbe, magamat is beleértve, hogy kitelepítették ezeket az embereket. Ezeknek az embereknek a sorsa tragédia lett, mert legyilkolták őket, és ezért nyilván vannak felelősök. És miért számít, hogy ők állampolgárságukat nézve magyarok voltak, vagy nem voltak magyarok? Miért volt olyan fontos, hogy az ön első nyilatkozatában rögtön arra hívja fel a figyelmet, hogy itt tévesen valami deportálásnak neveznek, amikor ez inkább idegenrendészeti eljárás? Nézze, Európában gyakorlatilag a 30-as években, ahogy említettem önnek, nagyon sok helyen idegenek, bocsánat, hontalanok, illetve rendezetlen állampolgárságok vannak, és mindenki, mondjuk ki őszintén, meg akar válni ezektől a szerencsétlen zsidó emberektől. Ez van Németországban, Lengyelországban és így tovább. Lengyelországban 1936-ban elveszik azoknak az állampolgárságát, akik nem tartózkodnak Lengyelországban. És amikor ezek Magyarországra menekülnek az Anschluss után, akkor szintén hontalanokká válnak. De ha ő és azt a magyar mondja, hatalom... hogy ez nem deportálás, hanem idegenrendészeti eljárás, akkor ezzel nyilvánvalóan azt a hatást kelti, mint hogyha az egy kisebb fajsúlyú dolog lenne. Ezt csak érzékeli a felháborodásból, nyilván érzi, hogy ezt nagyon sokan így értelmezték. Nézze, valószínű, hogy félreérthetőek voltak akkor ezek szerint ezek a fogalmak. Én azon történészek közé tartom, akik mindig az adott korban használatos kifejezéseket és fogalmakat használják. Ezeket az embereket kiszolgáltatottá tették azzal, hogy Magyarországról kitoloncolták. Az adott korban a nácik használták ezeket a kifejezéseket, idegenrendészet, meg hontalan. Nem, az idegenrendészet és a hontalan, ez nem náci. A magyar keohot, a svájci idegenrendészetet hozták létre. A magyar elkövetői ennek a cselekménynek, hogy kitoloncolták a biztos halálba az embereket, ők használták ezeket a kifejezéseket. De ezek szakkifejezések, ez nem magyar jelenség volt, ne értse fel. Én nem abban akarok önnel vitatkozni, hogy milyen volt. Én azt mondtam, ezeket az embereket ebből az országból kitoloncolták, és ezeknek az embereknek sajnálatos módon halál lett a sorsuk. Ezért nyilván a magyar társadalom valamilyen szinten felelősséggel tartozik megkövetni ezeket az embereket. Tehát ez természetes, illetve a családtagjaikat, vagy ezeket. De amint a magyar hatóságok tudomására jutott az, hogy mi történik ott, akkor egy részét visszafogadták, vagy akik visszajöttek, azok itt maradhattak, és a kitoloncolást, a kiszállítást megszüntették és fölfüggesztette. Ungvári Krisztián történész erre azt mondta, hogy ennyi erővel, az ön érvelésének logikáját alapul véve, a málenki robotot is hívhatnák munkaerő átcsoportosításnak. A kis munkának szoktuk hívni egyébként. Tehát a Krisztián, bocsánat, ezt jelezte nekem is egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy én nem a holokauszttal kapcsolatban fogom. Azt kismunkának kéne hívni, hát a málenki robotot ennek nevezték, azt már kismunkára elviszünk benneteket. Na jó, ez de, volt két-három napra. De ha valaki ma tenne egy nyilatkozatot, hogy az csak egy kismunka volt, bocsánat, akkor ez valószínűleg önnek nem. Ő azt mondta, hogy ez volt a fordítás ennek a kismunkát, azt jelenti, hogy 3 napra viszünk el benneteket dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez a két dolog különbözik. Tehát én azt mondtam az előbb is, és ezt próbáltam érzékeltetni, hogy szakmai kérdésről van szó, szóval szakmai vita, aminek emberek az áldozatai, és ezeknek az áldozatát sem magam, sem mások nem vonják kétségbe. A kérdés az, és ez az alaptéma a vitázó partnereim között, legalábbis én úgy érzékeltem, hogy vajon a magyar hatóságok és a magyar politikai elit mennyiben volt tisztában azzal, hogy azokat, akiket a határon túlra tesznek, azoknak mi lesz a sorsa. Én nyilvánvalóan nem vagyok a téma alapos kutatója, én megelégettem Randolph L. Brehmnek a könyvével, amelyik ugye a holokauszt magyarországi történetét dolgozza föl, és én onnét idéztem ezt a mondatot, ezzel a joggal feltételezhetjük el. Most lehet, hogy azóta, sőt valószínűleg azóta újabb kutatási eredmények születtek, és a felsorolt kollégáim megcáfolták ezt. Én természetesen a megcáfolt érvek előtt meghajtom a fejemet, és azt mondják, hogy kérem szépen, július nem tudom, 5-én vagy 8-án már ismeretessé vált, akkor azt mondom, hogy elnézést kérek, tévedtem, és Brehm professzor úrnak a 70-es, 80-as években megfogalmazott gondolatait meghaladta azóta a magyar holokauszt kutatás, lett légyen ott, aki kutatja a témát. Karsai László, Ungvári Krisztián. Tehát akkor most elnézést kérdezett a kérdezetesen. Elhangzott az a számból, legalábbis én úgy éreztem, amit mondtam, hogy nyilvánvaló én tévedhettem ebben a dologban, és egyrészt a másik pedig az, hogy semmiféle szándékosságot nem érzékeltem a magam részéről, és én azt gondolom,
Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy történelmi szakmai kérdés, amelyik sajnos politikai konstellációba került, így látom. És azt nem gondolja, hogyha az ön új főigazgatóként történő kinevezése után tett első nyilatkozata ekkora vihart kavar, alapvetően azért, mert ön tévedett, mindez politikai dimenzióba kerül, és a miniszterelnökség is elhatárolódik öntől, akkor ezek után illene lemondani? Én nem gondolom, hogy illene, vagy legalábbis, hogy nekem illene itt lemondani. A Nagy Szürke Zeitungban egy olvasói levelet küldtem el, ami aztán december 31-e jelent meg, arra érdekes módon nem figyeltek oda, amiben azt írtam, hogy téves a lapnak az az állítása, miszerint Magyarországon a német megszállás előtt deportálás volt Auschwitzba. Az is ugyanilyen fontos legalábbis szerintem. Ön nyilván tudja, hogy visszatérjünk az ön esetére, biztos, hogy a Mazsihisz, ez friss, viszonylag friss hír, nem csak, hogy az ön leváltását, lebondását, eltávolítását követeli, mert hogy azt mondja, hogy múlthamisítás, amire kísérletet tesz, de azt is kilátásba helyezték, hogy ők távol maradnak a holokauszt emlékévtől, bojkottálják mindennek eredményeképpen. Annyit tudok, hogy útközben, amikor jöttem ide a stúdióba, akkor hívtak fel, hogy a Mazsihisz tiltakozik az én pozíció mellett, és úgymond a lemondásomat követeli, tehát eddig vagyok. Én azt gondolom, hogy ebből a kérdésből, legalábbis az én nyilatkozatomból nem biztos, hogy ezt kellene tenni. Többek között azért sem, mert maga Veritas intézet is foglalkozik és gondolkodik. Nem csak, hogy gondolkodik, hanem tervezi azt, hogy a holokauszt megemlékezésekkel ugyanúgy részt vegye, mint más történeti kutatóműhely. Ön is tervezi, hogy a holokauszt megemlékezéseken, a közelgő holokauszt konferencián részt vegyen? Nem fogok részt venni, előadásom lett volna, de nem fogok részt venni, mert úgy gondolom, hogy az a korrekt és az a helyesebb, hogyha a személyem vagy a nyilatkozatom körül ilyen vita alakult ki, akkor ne szóljanak meg a holokauszt konferencián. Bűntudata van? Én azt gondolom, hogy bűntudatom nincs, mert nem követtem el bűnt az én fölfogásom szerint. Lehet, hogy tévedtem, és az ember téved, azt ismerje be, de bűnösnek lenni és tévedőnek, vagy felelősnek, az teljesen más kategória. Azt a kérdést tette föl Krausz Tamás az előbb bejátszott rövid beszélgetésben, hogy vajon mi volt önnek a célja ezzel, amit őszélső jobboldali provokációnak nevezett, mi végre tette ezt a nyilatkozatot? Nézze, engem megkérdeztek arról, hogy az intézetnek milyen elképzelése vannak, és milyen kérdésekkel kíván foglalkozni. Én utalni szerettem volna arra, hogy számos olyan probléma van, amit érdemes szakmai fórumokon megvitatni, és én nem hiszem, hogy szélsőjobboldali provokációnak tűnhet az, amit én nyilatkoztam. Én ezt nem érzékeltem a magam részéről. Krausz Tamás nyilván úgy érzékeli, Tamás általában egyébként jellemző, hogy ami nem úgy hangzik el, hogy ő érzékeli, az általában a szélső jobboldali, tehát ezt személyemmel majással kapcsolatban is meg szokta fogalmazni. Én azt gondolom, hogy a történészi vitáknak és a szakmai vitáknak meg kellene a szakma keretén belül maradni, és azt gondolom, hogy érvekkel és adatokkal, tényekkel célszerű egymást meggyőzni. Ugye, ő kinyilatkozatásokat tett most. Ön az előbb említette a politikai dimenziót, igen, hát igen. Már csak azért is kerül mindez ebbe a dimenzióba a történészi viták helyett, mert hogy az ön intézete az közvetlenül a miniszterelnökségnek van alárendelve. Éppen ezért kapott már az elmúlt hónapokban is rengeteg kritikát, hogy itt valójában nem tudományos kutatásról, hanem politikai, ideológiai megrendelésekről van szó. Azt is mondták sokan történészek, hogy ez a tény, hogy a miniszterelnökséghez tartozik egy történelmi kutatóintézet, a pártállam tudományos struktúráit idézi. Én ezt nem így látom, én azt gondolom, hogy nem utasításokat és nem feladatokat kap a Veritas Történetkutató Intézet, hanem kutatásokat folytat a dualizmus, tehát a kiegyezés időszakától a rendszerváltoztatás időszakáig, és nem biztos, hogy a miniszterelnökség nem biztosítja a kutatás szabadságát. Én azt gondolom, hogy nem az a célja a miniszterelnökségnek vagy a kormányzatnak a létrehozta ezt az intézetet, hogy a pártállami időkre emlékeztető intézetet hozzon létre. Egyébként hozzá kell tennem, hogy nem minden kollega látja így, és hát nagyon érdekes, hogy voltak olyan kollégák, akik maguk abban az intézetben dolgoztak, amely a pártállamot idézte, és ők kifogásolták ennek az létrehozását. Én azt gondolom, és ezt fönntartom ezt a véleményemet, hogy azt kell megnézni, hogy 1-2-3-4 esztendőn belül ez az intézet föl tud-e mutatni elfogadható kutatási eredményeket, beépül a magyar történettudomány kutató hálózatába, és megfelelő kapcsolatot épít ki a kollégákkal. Én azt gondolom, hogy nekünk mindentől függetlenül vitáink ellenére nem ellenségként kellene egymásra nézni, már most a kollégákra gondolok, a történész kollégákra, hanem szakmai vitákba edződve és mindegyik formában megfelelő műhelyeket szakmai színvonalában megerősíteni. És ha egy szakmai műhelynek téves vitája van, vagy adott esetben annak a kinevezett vezetőjének van egy olyan megfogalmazása, amely vitatható és egyebek, akkor azt egy szakmai fórumon vitassuk meg, én mindig állok elébe. A botrány kirobbanása óta beszélt Lázár Jánossal, aki az ön közvetlen főnöke? Nem beszéltem Lázár Jánossal előtte és utána sem. Azok akkor sem, amikor ők megtették az elhatárolódó nyilatkozatot? Nem keresett senki, és én sem kerestem államtitkár urat. Hogyan működik pontosan az ön miniszterelnökségnek, illetve Lázár Jánosnak való alárendeltsége, hogyha egy ilyen kielezett helyzetben sem kommunikálnak egymással? Nézze, én azt gondolom, hogy épp ez a függetlenséget bizonyítja legalábbis számomra,
hogy államtitkár úr nem azt mondta, hogy miért tettem ezt és miért nem tettem, lehet, hogy meg fogja ezt tenni, és lehet, hogy megró. Egyébként Lázár János államtitkár úr nem csak ezt, hanem a miniszterelnökségen létrejött és működő másik négy intézetet is felügyeli, de ő nem irányítja, és nyilvánvaló, hogyha olyan szakmai hibát lát, vagy olyan tévedést, amely adott esetben komoly nehézséget, akkor az nyilván figyelemet fölhívja rá, és adott esetben elmondja a véleményét, és majd ő meghozza az vonatkozó döntését, hogy mit lát helyesnek vagy jónak, hiszen ő felügyeli az intézetet, és ő a munkaadó. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, ez volt ezen a héten a Szabad Szemmel, tartsanak velünk jövő vasárnap, és viszontlátásra.